A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai hívó gondolatunk a jazz, a hangos gondolkodás művészete. Ennek tükrében, akit meginvitáltam ma a stúdióba, Birta Miklós, jazzgitár előadó művész tanár, a Kodolányi János Egyetem könnyűzenei tanszékének mestertanára. Emellett a Budapest Jazz Orchestra jövőre már 10 esztendős lesz, azt hiszem. A Budapest Jazz Orchestra idén 25 éves. 25 éves, de ugye 2014-től vagy a tagja. Én vagyok tagja, igen, 10 éve vagyok tagja a zenekarnak. No, hát erről fogunk beszélgetni, illetve először az Artisrus díjról kérdezlek, annál is inkább, mert hogy ez egy fontos pillanat minden zenepedagógus számára, annál is inkább, hiszen a kortárs magyar zene terjesztésért vehetted át az elmúlt esztendőben, és ezt mondhatjuk, hogy a kortárs zene még ma is egy kicsit misszió, bár egyre többen űzik, azért tegyük hozzá. Viszont egy életút a tiéd, egy olyan életút, akinek a zene nem igazán munka, mondtad te, hanem identitás. Ez így van. Nos, akkor ennek tükrében nézzük, hogy miként kezdted az egészet, miként fogtál hangszert, hogy találtál hangszerre, amely elkísér a máig? Hát ez gyerekkorban eldőlt. Én 10 évesen kezdtem el gitározni. Van egy bátyám, aki 4 éve idősebb nálam, és én mindig az ő bandájukba lógtam. Amikor 10 éves voltam nála, akkor kezdődött a kamaszkor. Ez a 1980, és akkor tombolt a Hobo Blues Band, meg a Beatrice, meg a P-Mobile, meg ezek a zenekarok, és mindenki zenekart csinált. És akkor én is elkezdtem rágni az édesanyám fülét, hogy én is szeretnék gitárt, és akkor ezt meg is kaptam. És most így utólag visszagondolva úgy látom, hogy igazából kerestem valami olyan eszközt, amivel minél jobban ki tudom fejezni magam. Tehát volt bennem kényszeresen, gyerekkortól kezdve egy olyan vezérgondolat, hogy én minden áron szeretném kommunikálni magam kifelé, az emberek felé, és úgy tűnt, mert előtte rajzoltam, és képzőművészpályára készültem, és jártam képzőművészkörbe, meg külön tanárhoz, meg és amikor bejött a zene, akkor mindent elfejtettem, és csak a zene volt. Ugyanakkor ez nem öncélú volt nálad soha. A kapcsolódás volt itt a lényeg. Tehát persze, van benne az önkifejezés vágya, de hát ennek mi értelme, ha nem tudunk kapcsolódni az emberekhez. Tehát rögtön zenekart alapítottunk, koncerteket szerveztünk. Ez egy nagyon aktív, nagyon kreatív időszaka volt az életemnek, ez a tanulás időszaka. Pont ugye kamaszkor, aztán belecsúsztam a kamaszkorba, és akkor elkezdtem zeneiskolában tanulni. Tulajdonképpen az édesanyám ajánlására ő mondta nekem, hogy jó, oké, ha ezt akarom csinálni, és nem akarok rajzolni, akkor legyen ez, viszont csináljam komolyan, menjek el tanárhoz, és én ezt megfogadtam. Ideje korán kiderült, hogy ez lesz a pályád? Ez volt az álmod, van nekem, hogy... Van egy furcsa emlékem. Még általános iskolás voltam, talán 7. osztályos, és egy benevezték... A zenekarunkat, az egy teljesen amatőr zenekar volt, 3 akkordot hatottunk, de egy másik iskolai rendezvényre meghívták. És akkor engem ki kellett kérni, mert hát általános iskolás voltam, ez tanítási idő alatt volt, engem ki kellett kérni az iskolából, hogy elengedjenek ebbe a másik intézménybe. És ezt meg is adták, és emlékszem, hogy otthon ültem a kis gitárommal, és vártam a taxit, hogy majd elvisz, és a szép napos idő volt, és néztem az utcán, ahogy a teherautók mennek, és az az érzés fogott, hogy úristen, mindenki dolgozik. De mindenki van valahol, én viszont azt várom, hogy jöjjön a taxi, és elvigyen engem egy fellépésre. És ez nekem, és akkor azt mondom, hogy igen, én ezt akarom csinálni, én zenélni akarok. Szóval ez egy furcsa emlék, de olyan szimbolikussá vált, mert végül tényleg ezt
53 éves vagyok, most már 40, nem tudom hány éve, de tulajdonképpen egy vonalon halad az életem. Melyik volt az első megerősítés, hogy ezt valóban, tehát nyilván a hivatásválasztás az nehéz dolog, amelyben a szülők is adnak tanácsot, a pedagógusok is adnak tanácsot, aztán voltak éppen ebből dől el, ha az ifjú, aki kiválasztotta az életútját, és ragaszkodik hozzá, hogy ezt meg is tudja valósítani. Tulajdonképpen a főiskolára való bekerülésig elég bizonytalan voltam. Voltak visszajelzések kollégáktól, barátoktól, de azt éreztem, hogy egy kicsit le vagyok maradva. Azt éreztem, hogy a kortársaim már rég muzsikálnak, és én még mindig csak tanulok. Szóval volt egy ilyen érzésem, és igazából a főiskolán jött el az első komoly megerősítés. Amikor felvételiztem, régen olyan volt a rendszer a főiskolán, hogy volt egy úgynevezett előkészítő szak. És aztán ezt megszüntették. És engem, amikor felvételiztem, akkor előkészítőbe vettek föl. Igen, ám, de következő évtől már nem indult előkészítő, ami azt eredményezte, hogy amikor, mert az előkészítősöknek újból kellett beadni felvételt, és úgy vették föl elsőbe. És akkor, de ezt mindenki tudta, hogy általában az előkészítőseket veszik föl, tehát ez egy ilyen nulladik évfolyamnak volt tekinthető. De amikor megszűnt, akkor viszont azok, akik utcára jöttek, azoknak nem volt lehetőségük bekerülni, mert az utolsó előkészítősök kerültek be. Na, és akkor az volt, hogy én előkészítős voltam, és az alatt az előkészítő év alatt már a tanárok megismertek, a Gonda János, a Babos Gyula. És akkor az történt, hogy akkor mentem az előkészítőből felvételezni elsőbe, akkor felajánlották, hogy fölvesznek második évfolyamba. Hogy akkor így nyerek egy évet, és akkor nem 4, hanem 3 év alatt kaphatok diplomát. Kik voltak a mestereid? Ugye említetted Gonda Jánost, Babos Gyulát. Igen, kik az egyetemen, voltak azok, akik... A főiskolán, igen. Volt egy, még akkor visszamennék erre a kamaszkori 80-as évek elejé történetre, amikor elmentem tanárhoz. A Budapesten, az 5. kerületben volt a Vármegye utcában egy zeneoktatói munkaközösség. Ott van egy zeneiskola is, de ez nem az. Itt volt egy másik zeneoktatói munkaközösség, ahol egy már elhunyt szegény Grinóz Péternek hívták, egy fantasztikus ember volt, és ő volt az első olyan tanárom, ahol én teljesen belettem oltva. Most azt képzelj el, hogy ott egy kamasz gyerek, és akkor ez a tanár mondja nekem azt, hogy hát most jön ide egy gitáros az egyetemi színpadra, úgy hívják, hogy Birelli Lagren, őt el kell menni megnézni, mert ez egy nagyon jó gitáros. Azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák. De én 15 évesen már élőben láttam a Birelli Lagrent. És egy csomó koncertre, Keith Jarrett trió koncertre az Erkel Színházba, így jutottam el kamasz fejjel, hogy ez a tanárom mindig mondta nekem, hogy ezek nagyon jó koncert, ezek nagyon jó zenészek, el kell menni megnézni. És gyakorlatilag fiatalon belettem oltva a legjobb muzsikákkal. Úgyhogy igazából ott volt. Ott mit lehetett megtanulni tőlük? Ezektől a nagy zenészektől? A nagy zenészektől. Igazából nem arra gondoltam, hogy mit lehet tanulni tőlük, hanem szívtam magamba azt az életérzést. Szóval engem ez annyira vonzott. Elvarázsolt az improvizációnak az, hogy azt látom, hogy ők borzasztóan élveznek valamit, amiből ők semmit nem értek, de nagyon szeretném érteni. Ez engem lenyűgözött. És az, hogy amikor láttam őket a színpadon, akkor az nagyon tetszett, hogy az nagyon lejött nekem, hogy ők borzasztóan jól érzik magukat abban, amit csinálnak. És ezt én is át akartam élni. Tehát a tehetség mellé kellett az a szorgalom is nyilvánvaló, amely megerősít abban, hogy jó pályát választottál. A helyzet az, hogy ugye tanár is vagyok most már több mint 30 éve, de a saját életemre, ha visszagondolok, igazából az a helyzet, hogy én nagyon szerettem gyakorolni. Szóval a gyakorlás, ha teher, az baj. Kisgyerekkorban szerintem a tanárnak van felelőssége abban, hogy tud-e kedvet csinálni a gyereknek ahhoz, hogy gyakoroljon, de igazából nekem soha nem volt baj a szorgalommal abban az értelemben, hogy magával a hangszerrel való foglalkozást én borzasztóan élveztem, a mai napig is, tehát ez nem változott, mert mindig megadja ezt a bizonyos örömöt, hogy amikor kézben van a hangszer, az tudja, az olyan, mint egy terápia. Volt jövőképed az egyetemet követően? Határozott jövőképed?
86-ban egyszer elmentem Babos Gyula koncertre, és olyan, egy kis jazzklub volt, ami az Eltének, aztán ott Bölcs Bagolyban volt talán, ha jól emlékszem, és arra emlékszem, hogy egy gombostűt nem lehetett lenni, olyan tömeg volt. És akkor megint ez az életérzés, hogy igen, én ezt akarom csinálni, én ilyen tömegeknek akarok játszani. Na most a helyzet az, hogy én a rendszerváltás után kerültem az egyetemre, és minden megváltozott. Minden. Tehát, hogy olyan példával szoktam ezt illusztrálni, hogy 86-ban itt volt a Csikora Electric Band a Budapest Sportcsarnokban, 10 000 ember, elképesztő tömeg. 10 év múlva, 95-96-ban már csak a Budai Park színpadra tudták a zenekart eltenni, és a koncertet megrendezni, pedig a zenekar ugyanolyan jó volt, sőt, 10 évvel több tapasztalata volt a zenekarnak. Igen, ám csak közben 86 és 96 között akkora változások történtek. Tehát gyakorlatilag én mire végeztem az egyetemen, nekem minden álmomat és tervemet újra kellett bútolni. Újra kellett fogalmaznom, hogy én most mit is akarok, és merre akarok menni. Mert azok a szabályok és azok a rendszerek, ahogyan működött egészen odáig, azok megszűntek. Hát a rádióban is a Studio 11 megszűnt, meg, tehát hogy nincs a rádiónak Big Bandje, meg, tehát hogy lehetne sorolni ezt, és szóval az élet minden területén, úgy a mi szakmánkban is minden megváltozott, és ebben a megváltozott helyzetben csak figyeltem. Nagyon tervezni nem tudtam, hanem nagyon figyeltem, hogy az adott lehetőségekre, 94-ben jártam az egyetemre, és akkor a padödő, aminek aztán semmi köze a jazzhez, keresett gitárost. És a Babos Gyulát kérnék meg, hogy hát a tanszakról nem tudna olyan valakit. És engem ajánlott. És akkor elmentem a padödőbe gitározni egy évig. És én azt nagyon szerettem. Tehát, én azt nagyon szerettem. Tehát kellett a sok-sok változás ahhoz, hogy úgy érezd, hogy igen, megérkeztem. Szóval a kellett az a képesség szerintem, hogy eldöntöttem azt, hogy én nem akarok ilyen ortodox jazzzenész lenni, aki csak a saját zenéjét hajlandó csinálni, hanem én megtaláltam az örömömet a munkában, és ebben az értelemben nagyon nagy örömmel emlékszem vissza a színházi munkáimra, meg a különböző popzenekari munkákba, stb. És nagyon szép jazz munkáim is lettek, aztán idővel, de én nem lettem ilyen, hogy most akkor csak egy irányba haladok, hanem nagyon tudtam élni a lehetőséget. Hívő emberként egyszer úgy fogalmaztál, hogy a zene Isten ajándéka. Hát, tehát ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont. Ez nagyon szívesen és örömmel beszélek erről, ha van rá lehetőség, de lényegében a zenész lét, ugye az egy ajándék. Hogyha megpróbáljuk megfogalmazni magunknak, hogy mitől érezzük magunkat embernek, vagy mi különböztet meg bennünket a világ többi teremtményétől, akkor például a zene az egyik az, ami a legjobban tudja ezt reprezentálni. Igen, hiszen azt mondtad, hogy én nem azért kaptam, hogy őrizgessem, hanem azért, hogy ezt az örömet elmondhassam az embereknek. Így van. Ez az én szolgálatom. Ez egész pontosan így van. Ez beléd ívódott teljesen, hogy szolgálatnak tekinted? 22 éves koromban, nagyjából a főiskolai éveli elején lettem hívő ember, és ez a mai napig is így van. És azt gondolom, hogy ugye mindannyiunk élete ugye véges, már hogy földi értelemben, és ahogy haladok előre a korban, egyre inkább kezd ez a dolog tudatosulni, egyre tisztábban látom azt, hogy most nem akarok itt nagyon spirituális dolgokba belemenni, de az biztos, hogy egyikünk sem úgy van itt, hogy mi akartunk itt lenni. Tehát mindnyájan úgy vagyunk itt, hogy minket ide, tehát okkal vagyunk itt. Ha nem mi választottuk, hogy ide jöjjünk, tehát akkor a cél az az, hogy megtaláljuk, hogy mi az oka, hogy én itt vagyok. És én ebben az értelemben megtaláltam ezt az okot. Tehát volt egy olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy kiteljesedtél,
és egy olyan úton jársz, amit azt hiszem, hogy csak magadnak köszönhetsz, illetve hát nyilván hívő lévén. Most már kimerem jelenteni, amikor főiskolás voltam, nagyon bizonytalan voltam. Egy olyan környezet, egy református környezetben éltem, ahol számomra hiteles emberek voltak, de ők kerekperec megmondták, hogy nézd, Miki, én nem tudom elképzelni azt, hogy te jazzzenészként hogyan tudnád az Isten ügyét szolgálni, és én fiatal 22 évesként én nagyon komolyan vettem, amit ők mondtak, és emiatt egy csomó félelem volt bennem, és nem tudtam, hogy egyáltalán csinálhatom ezt. Tehát úgy vettek fel a főiskolára, hogy fő voltam készülve rá, hogy lehet, hogy valami teljesen más dolgokkal kell foglalkoznom, és aztán mondjam így, hogy az Isten megmutatta nekem, hogy végül is én nekem ez az utam. De ez nagyon sokáig tartott, mire ez a meggyőződés ez kialakult. A családalapítás mennyiben erősített meg? A feleségem támogatott ebben a dologban, és tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy mindent ugyanígy csinálnék, ha még egyszer kezdeném. Ugye három felnőtt fiunk van, és a zenészek sokszor szokták föltenni itt a kérdést, hogy most ha valaki a családot választja, hogy akkor mi lesz a karrierével, stb. Én ezt soha nem éreztem. Sőt, igazából voltak munkák, amikre nemet mondtam a család miatt. Tehát a család az ilyen értelemben, nekem az életemben egy nagyobb prioritás volt, mint a zene. A világ mennyire jelentett motivációt neked már, mint a jazz zenei világa, hogy kitekintettél nyilvánvaló, hiszen azért a magyar jazzzenészek általában legalábbis a kellően tehetségesek, mint te magad és a korosztályodból még jó néhányan, bizony megjárták a világban jószerivel valamennyi koncerttermet. Tulajdonképpen ez az inspirációnak az origója, az, hogy mindig új zenékkel, új zenészekkel találkozunk. És az életemnek, hála Istennek volt egy olyan szaka, illetve lényegében mai napig tart, amikor volt lehetőségem külföldön muzsikálni, és nem tudom, amerikai, lengyel zenészekkel muzsikáltam, turnéztem együtt, készítettem lemezeket, és az első nagy élmény az igazából az volt, hogy amikor olyan zenészekkel kerültem egy csapatba, akiknek a zenéjén én felnőttem, ők partnernek tekintettek. Sőt, egyszer beszélgettem az Ed Neumasterrel, és akkor kérdeztem őt, hogy nem érzi azt, hogy itt ilyen kelet-európai íze van annak, ahogy játszunk? És azt mondta, nézd, igazából számára két kategória van, a jó zenész, meg a kevésbé jó zenész. Tehát, hogyha ő az én játékomon bármilyen oknál fogva, de számára kielégítő, akkor partnerként tekint. Mi még főleg a múlt rendszerben szerettük ezt túlmisztifikálni, és egy kicsit féltünk attól, hogy amikor test közelbe kerülünk, akkor az majd milyen lesz. És egy borzasztó jó megerősítés volt, amikor ilyen, nem tudom, Billevanszalt készítettem lemezt, és akkor ő számára semmi problémát nem jelentett, hogy én egy magyar gitáros vagyok, neki az volt a lényeg, hogy hogyan játszom. Tehát a példaképekkel találkozni az mindenképpen az egy nagyon nagy dolog. Igen. És ráadásul olyan fesztiválokon, olyan térben, ahol a jazz az mindig örök marad. Mert ugye arról beszéltünk, hogy volt egy időszak, amikor Magyarországon nagyon visszaesett a látogatottság is. Tényleg főleg a rendszerváltás után, igen. Ennek tükrében hogy indult el felfelé ismét? Tehát mert az én személyes tapasztalatom, hogy ma ismét azért népszerű, és azért ez látszik egyébként nagyon az oktatáson is. A legjobb példa erre a Budapest Jazz Orchestra, aminek 10 éve vagyok tagja, ez egy 17 tagú zenekar. Na most a Covid időszaktól eltekintve ez a zenekar egy évben 50-60 koncertet és ad. És teltházas koncertet. És teltház. Elképesztő. Szóval ennek kell, hogy valami oka legyen. Egyébként most pont a Covid után gondolom azt, hogy a Covid-dal együtt megjelenő elzárások, lezárások, nem volt koncert, stb. Nem csak a zenészeket, a közönséget ugyanúgy kiéheztette. Szóval az emberek vágynak a közösségi élményekre, egy jó koncertre. És ez nagyon-nagyon jót tett most a... Szóval én ennek tudom be egyébként. Bár az is igaz, hogy már a Covid előtt is lehetett érezni azt, hogy az érdeklő... Megjelent egy új generáció,
akik számára azok a dolgok, amiken én keresztül mentem, amiről korábban beszélgetünk, semmit nem mond, hiszen nem is éltek akkor, és van bennük egy őszinte kíváncsiság, vagy nem tudom, egyszerűen az életük része az, hogy hát gyerünk, menjünk koncertre. Élő koncert. Én nagyon örülök ennek egyébként. És ez vonatkozik nyilván az oktatásra is, hiszen bizonyos értelemben az oktatásban felnővők, tehát a jazzzenésznek készülő fiatalok. Ezt egy kicsit árnyaltabban látom. Igen? Igen. Szóval most nem akarok nagyon, de ha ma valaki egy fiatal zenész szeretne lenni, számára a zenész mint definíció más jelent, mint nekünk. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy megvesz egy akármilyen zeneszerkesztő gépet, amin van egy csomó gomb, és ő tökéletesen kielégíti, hogy az, amit ő szeretne bármilyen zenét produkálni, ahhoz nem kell gyakorolni éveken át, naponta, nem tudom mennyit, az túl lassú. Nagyon felgyorsult a világ, és a mai fiatalokat kevésbé vonza az, hogy ők módszeresen, rendszeresen leüljenek éveken át gyakorolni, hanem megvesznek maguknak olyan szerkezeteket, aminek a segítségével ő anélkül, hogy egyébként arról bármit tudna, hogy hogyan működik, nem is érdekli, hogy hogyan működik, csak létrehozza azt, amit szeretne, már megírja el a szöveget, és kész. Ez a zenész definíció ma. És ez... Hát nem tudom. Szerintem az, ahogy a 20. században megismertük a zenét, itt főleg a beat zenétől értem, én szerintem ez változóban van. A 20. század zenei szempontból egy különleges század volt, mert se előtte nem ért el ennyi embert globálisan, hát tudom, amikor a televízió közvetített a Live Aid koncerteket, és 1,5 milliárd ember nézte, szóval ezek felfoghatatlan számok, tehát ilyen nem volt. És azt gondolom, hogy megint én úgy hívom, de nem biztos, hogy igazam van, hogy egyfajta visszarendeződés van a korábbi századokhoz. Ezt meg kell becsülni a zene ott lesz mindig az életünkben, de más szerepet tölt be, mint amilyen 20. Tehát azt várni, az szerintem illúzió, hogy majd megint lesz olyan, mint ahogy a 20. század volt. Nem lesz. Ugyanakkor meg kell becsülni a lehetőséget. Nagy. Abszolút. A fiataloknak is, illetve azoknak is, akiket ti tanítotok. Szóval érdekes, mert ugye pont arról beszéltünk, hogy az élő zene viszont megy. Tehát a koncertekre jönnek az emberek, csak azok, akik a színpadon állnak, azoknak már más a megközelítés. Hát ugye itt van ez az Azariak, ami igen, most az egész ország erről beszél, és mindenki fejtegeti, hogy mitől van ez az óriási népszerűség, és akkor kezdik, hogy de hát a zene, hogy az ilyen meg olyan, én szerintem nem a zene miatt, most túl azon, hogy ő egy nagyon tehát egy ilyen 50 éves ember, aki egy 21 éves ember bőrébe bebújt, annyira tiszta az elme, meg pontosan tudja, hogy mit akar, meg merre megy, ez elképesztő, de ez önmagában véve szerintem nem generálna ekkora érdeklődést. Én szerintem a Covid. Szóval ez egy 21 éves gyerek. Na most az ő kamaszkora az egybeesett az én legkisebb fiam kamaszkorával, aki 19 éves, és én azt láttam, hogy ez a szerencsétlen gyerek, amikor menne bulizni, akkor nem mehet sehova, mert ott kell ülni. Tehát kimaradt a kamaszkor ezeknek, ennek a korosztálynak. Két teljes esztendő. Ez teljesen. És egyszerűen kileng az inga. Tehát amikor megnyílik megint a kapu, meg a lehetőség, akkor szerintem az ő korosztálya, mert ez elsősorban az ő saját korosztályának szól, egy túlreagálás van most. Én szerintem ez a Covid miatt van így. A hitelesség nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor beszéltünk itt problémákról, beszéljünk a te súlyos betegségedről is. Hát az... Kivonatosan nyilvánvaló, hiszen örömmel látjuk, hogy teljesen egészséges az vagy. 2015-ben volt. Tehát ez a pajzsmirigyrák, azt hiszem, hogy ez megvisel. Volt, igen, és hát ilyen göb, az sok mindenkinek van. És nekem is volt, így éreztem, elmentem, és akkor mindenféle vizsgálatok, és akkor műtét, meg sugárkezelés. A helyzet az, hogy egy ilyen betegség az arra tökéletes, hogy az embert megállítja, és elgondolkodtatja. Tehát az alapige működött, hogy veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, hát, és újongva örül neked. Ez az Ofóniás 3.17, és ez az én életem igéje, ami életem legfontosabb eseményeinél újra és újra előjött a napi bibliaolvasásban, és megmondom őszintén, hogy
hát talán furcsa, de én nagyon hálás vagyok az Istennek ezért a betegségért. Nos, hát én bizakodva gondolom azt, hogy ezt az igét, illetve a te életutadat megismerve nagyon sokan gondolják úgy, hogy ez egy olyan alapvetés, hiszen nagyon sokat tettél azért, hogy ismert, elismert lehess, és pedagógusként, családfőként, zenészként mindenképpen a legnehezebb helyzetekben is megálltad a helyet, hogy ez valóban így történjen. Úgyhogy én ehhez kívánok legelőször is jó egészséget. Köszönöm. Élményt a diákjaidnak, és élményt mindazoknak, akik egy-egy koncerten láthatnak téged, hogy becsüljék meg ezt az időszakot. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Birta Miklós volt, jazzgitáros, Artisius díjas, pedagógus, Budapest Jazz Orchestra megbecsült gitárosa. Köszönöm figyelmüket, minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.